Történelmi mérföldkőnek számít a Budapest Airport életében az új karbantartó hangár megépülése, éppen ezért az avató ünnepség rangjához méltó bemutatóval készültek az esemény szervezői. Az impozáns légtornász előadás remekül szemléltette a levegő és a föld összefonódását. A repülés jelentőségét érzékeltették Sesták Miklós szavai is, aki Bill Gates-et idézve emlékeztetett arra, hogy az első világhálót tulajdonképpen a repülők alkották. Manapság azonban a repülés ennél is többet jelent, mégpedig soha nem látott mértékben felgyorsuló fejlődést, amelyből hazánknak is ki kell vennie a részét. Nem nehéz belátni, hogy Magyarországnak, mint fejlődésben lévő ambíciózus nemzetnek nem szabad lemaradnia ebben a versenyben. Hazánk elemi érdeke, hogy magas színvonalú, megbízható légiközlekedési szolgáltatások csatornázzák be a világ vérkeringésében. A növekvő nemzetközi versenyben eddig kifejezetten jól vizsgázik a Budapest Airport, amelyet az egyik vezető brit légiközlekedési elemzővállalat, a Skytrax idén tavasszal már másodjára választotta a legjobb kelet-európai repülőtérnek. Több mint két éve fogalmazódott meg az ötlet, hogy a Lufthansa Technik és az Europlex hangárja mellett létesítsünk egy harmadik karbantartó épületet is, amely csak a vízer igényeit elégíti ki. Hosszú utat tettünk meg a mai nap, a tervek előkészítésétől kezdve a kereskedelmi tárgyalásokon és az engedélyeztetési eljárásokon keresztül egészen a mostani átadásig. Úgyhogy mindent összevetve egy elég gyors lefolyású projekt végéhez értünk. Szeretnénk növelni azonban utasaink elégedettségét is. Éppen ezért tervezzük, hogy bizonyos elavult berendezéseket, elemeket átépítünk, felújítunk, és egy új állandó mólót alakítunk ki a Schengeni övezeten kívülre utazók kiszolgálására. Ugyancsak a magyar légiközlekedés fejlődését emelte ki Váradi József, a Wizzair első embere is, aki az összesen 70 embernek munkát adó karbantartó hangár bérbevétele mellett növekvő utaslétszámról, valamint új bázisokról is beszámolt. Ma jelentettük be a 10. repülőgépünket. Nyilván ez adta magát, hogy Budapest egy helyszín arra, hogy a repülőgép flottáinak egy részét itt karban tartjuk, és ezen megfontolásokból hoztuk meg azt a döntést. Körülbelül egy éve, hogy akkor itt egy új hangárt szeretnénk építeni, ezt a Budapest Airport megépítette számunkra. Jelen pillanatban 20 működési bázisról 12 országban, Közép-Kelet-Európa országban üzemel a Wizzair, a teljes hálózatunk az 38 országot fed le, közel 400 útvonallal. További kettő új bázisunk nyílik az év hátralevő részében, az egyik éppen itt Magyarországon, Debrecenben, amire nagyon büszkék vagyunk, mert igaz, elkezdtünk regionálisan is igazán fejlődni Magyarországon, illetve a másik pedig Lublinban, Lengyelországon. Mi azzal számolunk, hogy folyamatosan újabb és újabb működési bázisokat nyitunk, évente egyet-kettőt a következő időszakban, illetve hát igaz, bejelentettük az elmúlt időszakban az új repülőgép megrendelésünket az Airbus-szal kötött tárgyalások alapján, amely további 110 darab repülőgépet hoz be a vállalat rendszerébe a jelenleg még élő 50 repülőgépes megrendelés fölött. Az esemény zárásaként Jost Lammers és Sesták Miklós jelképesen átadták Váradi Józsefnek azt a kulcsot, amely minimum a következő 15 évre biztosítja, hogy a Wizzair továbbra is a térség egyik vezető diszkont légitársasága maradhasson.